Az állami földek bérbeadásának folyamata jelenleg hogy áll? A 2018-as program, ami az állami földek bérbeadását illeti, most 21 és 22-én fog befejeződni a fönnmaradt földterületek licitációs bérbeadásával. Ugye a tavalyi év folyamán az állattenyésztőknek föl lett kínálva az állami földek 99%, amivel őnekik előjogi bérleti szerződésre van joguk. A valami oknál fogva visszautasított körülbelül 4400 hektárnyi állami föld kerül most csütörtökön és pénteken licitáció által bérbeadásra. Gyakorlatilag milyen földek maradtak fenn, és akkor kik pályázhatnak ezekre? A 11 kataszteri községbe, mint ahogy mondtam, már 4400 hektár állami földterület kerül licitációra. A nagyobb része ezeknek a földterületeknek homokos földterület, tehát Tavankúttól Királyhalmáig, Szabadkától északra fekvő területek. Van természetesen használható, tehát úgymond fekete föld, első osztályú fekete föld is, de hát ezek elenyésző nagyságúak. A legnagyobb érdeklődés bizonyára, mint ahogy már szokott is lenni, Zsednik és Alsóváros kataszteri községbe fog lenni, ahol a legminőségesebb földek közül is lesz pár száz hektár, ami kalapács alá kerül. A legelők esetleg vannak-e? Igen, természetesen vannak, főként Királyhalma és Hajdújárás környékén, ugye, és a Palicsona Tőzeg bánya környéke. Ezek a nagyobb területek, amelyek legelők, viszont hát az utóbbi évek tapasztalatából kiindulva nem igazán nagy érdeklődést váltanak ezek a területek ki, mivel hogy hát ezeknek egy része, vagyis hát nagy része védett terület, és csak meghatározott agromechanikai műveleteket szabad ezeken a területeken elvégezni. Mennyi időre adják bérbe ezeket az állami földeket? Az állami földeket ebben az évben is csak egy évre adjuk bérbe, mivel a köztársasági mezőgazdasági minisztérium így rendelkezett, ugye ők a fők tulajdonosai, ennek az oka pedig hát a visszaszármaztatás, ugye már ez most negyedik éve, hogy csak egy évre adjuk a földeket bérbe, és hát a magyarázat minden egyes alkalomkor az, hogy a visszaszármaztatás miatt nem szabad a földeket huzamosabb időre bérbe adni. Én remélem, hogy most az idén, ugye 2019-ben befejeződik a visszaszármaztatás, és akkor a 19-es programot már egy huzamosabb időre csinálhatjuk, ami azt jelenti, hogy több évre lesznek bérelhetők az állami földek. Ezek az állami földek, amelyek most is ugye kalapács alá kerülnek, ezek közt, ezek szerint vannak olyan területek, amelyek a visszaszármaztatás folyamatához tartoznak? Természetesen ugye az elmúlt évek folyamán mi még 3-4 évvel ezelőtt majd 15 ezer hektár állami földdel rendelkeztünk itt Szabadkán. Most ebbe pillanatban az már nem igazán több 12 ezer hektárnál, tehát ez a 3 ezer hektár állami föld, ez már visszaszármaztatták a volt gazdának, vagyis hát a jogos tulajdonosának, mivel a mezőgazdasági minisztérium a visszaszármaztatást meghosszabbította 2019. március 31-ig, így várható, hogy ez a földterület még a továbbiakban is csökkenni fog, ami Szabadka város illeti. Tehát ezen a héten csütörtökön és pénteken kerül sor az állami földek bérbeadásának licitációjára. Hogyan zajlik ez a folyamat, hogy néz ki? És kik jelentkezhetnek? Vannak bizonyos föltételek, amelyeknek eleget kell mindenkinek tenni, hogy jelentkezhessen a licitációra. Elsősorban ugye aktív státusa kell, hogy legyen mezőgazdasági termelőként, másodszorban minimum 3 éve a kataszteri községbe kell, hogy éljen, és bizonyítani kell, hogy minimum fél hektárnyi magántulajdonban lévő föld van a nevén. Csak is ezek a személyek jelentkezhetnek a licitációra, és minden kataszteri községbe csak az ottani személyek. Általában minden földterület el szokott kelni, tehát gazdára talál a következő egy évre, vagy van, amikor esetleg nem kell el bizonyos földterület? Több mint 1000 hektárnyi földterületet már hosszú évek során nem tudunk bérbeadni. Mint már mondtam, ezek nagyjából ugye azok a homokos részek, Tavankút, Kelebia,
Palics királyhalom területén, amelyek hát sajnos ilyen rövid távra nem igazán találnak érdeklődésre, és hát ezek a földterületek, ezek a homokok, ezek csak is majd úgy lehetnek, úgy találhatnak gazdára, hogyha egyszer a minisztérium lehetővé teszi számunkra, hogy ezeket huzamosabb 20-25 éves bérbeadásra kínáljuk fel.